a tárgyalások lezárásáig kár a devizahiteles mentőcsomag hatásairól beszélni, hiszen számos variáció elképzelhető a probléma kezelésére, mondja Csányi Sándor. Az OTP elnöke szerint a kormány arányos tehermegosztásra törekszik. A devizahiteles mentőcsomagról, valamint a Lázár Jánossal való konfliktusáról Csányi Sándorral beszélgetünk. Akkor, amikor júliusban több mint 10 milliárd forint értékű OTP részvényt dobott piacra Csányi Sándor az OTP elnök vezérigazgatójaként, hát azonnal elindult a találgatás, hogy vajon miért is menekül a bank első számú embere, vezetője, vagy valakinek üzenni akart ezzel. Aztán nem sokkal később ő megadta a választ, azt mondta, hogy agrárberuházásaihoz kell a pénz. Csányi Sándor a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Hát megmondom őszintén, engem nem tudott meggyőzni akkor, hogy tényleg agrárberuházásra kell, mindjárt meg is mondom, hogy miért. Mert hogy utána való napokban a vezetőség több tagja ugyanígy tett, mint ön, több részvénytől megváltak, vagy akkor mindenki Mohácson fog vágóhidat építeni, nem csak ön? Hát remélem nem lesz olyan sok vágóhíd, mert hát azonnal konkurenciát teremtenek önnek. Az se lenne jó üzletileg, ez egy véletlen egybeesés volt, az OTP menedzsmentje opciós részvényprogram révén kapja a prémiumát, gyakorlatilag a többletjövedelmét is éveken keresztül nem jutottak hozzá a kollégák ilyen részvényhez, illetve a részvényhez is halasztottan lehet hozzájutni. Tehát az volt az első év több év után, amikor tudtak részvényt lehívni és értékesítették. Nálam más volt a helyzet. Nálam az volt a helyzet, hogy valóban akartam eladni eredetileg is részvényeket, és ahogy elmondtam őszintén az interjúban is, nem adtam volna el ennyit, ha nem jött volna a hír, hogy újabb devizahiteles mentőcsomag készül. Úgyhogy akkor valóban azt a limitárat, ahol még a brókerem eladhatott, azt lentebb vittem, és így egy nagyobb mennyiség került piacra. Tehát a devizahitelmentő csomag úgy jön itt a történetben, hogy ez nem válasz volt mondjuk öntől, vagy üzenet a kormánynak a devizamentő csomag miatt, hanem félt attól, hogy a részvényei emiatt majd értéktelen lennek. Én gondoltam, hogy leesik az ára a részvényeknek, és miután valóban ezek a beruházások folyamatban vannak, és hát furcsán hangzik az én számból, de azért ezeknek a finanszírozása, mert nem csak a vágóhídról van itt szó, hanem öntözésről, különböző sertéstelepekről, baromfiról, és sokkal lényegesen nagyobb beruházásról, mint amennyi részvényt eladtam, így ezeknek a fedezetét folyamatosan biztosítani kell. Hát nem gondolt hitelfelvételre? Ha én bankár lennék, és mondjuk Csányi Sándor tőlem kérne hitelt, én szerintem adnék önnek. Tehát úgy mérlegelném a helyzetet, hogy hitelképes. Hát úgy tűnik, hogy nincs pontosan tisztában a magyar banki helyzettel. Nem olyan könnyű hitelhez jutni ma Magyarországon. A bankok sokkal óvatosabbak. Természetesen egyébként van hitelem. Tehát szó sincs róla, hogy hitel nélkül gazdálkodnánk, hiszen a cégcsoport hitelállomány az meghaladja 30 milliárd forintot. Én ezt nem kívántam növelni. Hát 38-ra emlékszem én még annak idején, de... Hát, valamivel szinte... kevesebb mostan, ettől lesztettünk közben, és nem vettünk fel újat. Na jó, de hát persze nem olyan egyszerű manapság hitelhez jutni, de hogyha akarta volna, akkor ezért nem kellett volna a részvényeitől megválni. Ön biztos, hogy kapott volna hitelt. Biztos, hogy kaptam volna hitelt, mindenkinek megvan az egyéni befektetési stratégia. Még egyszer mondom, ha nem lett volna a devizahiteles mentőcsomag, akkor is adtam volna el, de nem adtam volna el ennyit. Arra van valami forgatókönyv, vagy megoldás, vagy nem is elképzelés a fejében, hogy a magyar nemzet miért sietett azonnal az ön, vagy valakinek a segítségére, hogy ön beteg, és ki akar szállni az üzletből. Tulajdonképpen azt se lehetett eldönteni, hogy most ezzel önt mentik, hogy nincs rossz viszonyban a kormánnyal, vagy inkább a kormányból mentenek valakit, hogy nincs rosszba önnel. Miért volt ez? Miért történt ez? Hát ez egy nagy kérdőjel az én fejembe is, hiszen a magyar nemzet mögött álló tulajdonosok azok már februárban tudták, hogy túl vagyok egy műtéten, tehát ilyen szempontból nem volt új a hír a nyáron a számukra, másrészt pedig nem értem a célt se, feltehetően nem segíteni akartak, mert akkor egy hírrel megelégedtek volna, és nem keresték volna másnap a német kórházat is, hogy újabb információkat gyűjtsenek be. Ártani akartak önnek? De én nem mondtam, csak azt mondtam, hogy nem akartak segíteni. És ki az, aki ott nem akar segíteni? Hát hiszen ott azért nem az ellenségei vannak. Hát én nem tudom, hogy ki az ellenség és ki a barát, azért ez egy ilyen mozgó
mozgó helyzet mindig a gazdaságban, főleg ha a politika közelében is van, de összességében azt gondolom, hogy mint minden embernek, aki több területen mozog, érdekeltségei vannak, hát nyilván vannak olyan emberek, akik boldogok, ha tudják nehezíteni a dolgát. Nekem az a forgatókönyv tűnt a legvalószínűbbnek akkor, amikor ez a részvényeladás volt, és nem nagyon hittem, hogy mondtam, hogy kételkedtem az agrárberuházás miatti OTP részvény feláldozásban, hogy ön üzenni akart a kormánynak. Teljesen egyszerű üzenetet, ön egymaga is képes pár pillanat, perc alatt sok mindent felforgatni ebben az országban. Hát formál logika szerint talán igaz is lehetne egy ilyen feltételezés, de azért ennek előtte jelentős méretekben vásároltam szintén OTP kötvényeket, amit hozzáteszem, hogyha egyszer eladom, nem szeretném, annak is összeesküvés íze lenne, vagy valami jelküldés tulajdonítanának mögé. Még egyszer mondom, nem adtam volna el ennyi részvényt, hogyha nem lett volna ez a devizahiteles mentőcsomag. Ha az értékesítés ezen részét úgy értelmezik, hogy ezzel akartam egy üzenetet küldeni, akkor küldtem, de én nem így gondoltam annak idején. Aztán az összeesküvés elméletekhez az is hozzátársult még, hogy mintha az elmúlt hónapokban, de talán már éveket is mondhatnánk, hát úgy folyamatosan lepattan az ötleteivel a kormányról, akár a devizahiteleseket mentő akciók ügyében, akár ha mondjuk meghall egy olyan hírt, hogy még időtlen időkig biztos, hogy marad a banki különadó, gondolom, hogy ez sem pártolja ön ezt az ötletet, de majd erről beszélünk részletesen is, de hát beszélhetnénk a gyulai húskombinátról, beszélhetnénk a zöld bankról, tehát mintha most nem lenne valami jó pozíciója önnek a jelenlegi kormánynál. Rosszul látom? Hát erről a kormány vagy a kormányfőt kellene megkérdezni. A saját inkább, pozíciójáról inkább ön? Hát, hogy ők mit gondolnak, hogy mi az én pozícióm. Hát nekem is van egy értékelésem, és nyilván van egy-két dolog, amivel nem értek egyet. Hát sorba mennénk egyébként, itt van ez a gyulai hús kombinát, ebből valaki csinált hírt. Tehát én nem voltam a gyulai hús kombinát megmentése ellen, vagy bármelyik konkrét húsipari vállalkozás megmentése ellen. Én azt gondolom, hogy a húsiparban, az élelmiszeriparban olyan a helyzet, olyan mértékű a fekete gazdaság, hogy minden egyes forintnak a betétele, újra tőkésítése egy tönkrement cégnek, az kidobott pénz. Láthatjuk a pápai húskombinát esetében, most épp harmadszor megy tönkre, a Kométa úgy gondolom szintén nincs túl rózsás helyzetben, működik. A gyulai egyébként az volt talán a legészszerűbben kezelt mentési akció, de ők se profitábilisak. Először az élelmiszeripar helyzetét kellene rendbe tenni, a fekete gazdaság méretét csökkenteni, az alapvető élelmiszerek áfáját csökkenteni, megszüntetni az adócsalást, és utána lenne értelme konszolidálni cégeket. Hozzáteszem persze, hogy azzal általában nem értek egyet, hogyha ha valaki ugyanabban az iparágban saját pénzét évről évre kockáztatja, fejleszt saját erőből, és akkor mellette a versenytársak tönkre mennek, akkor azokat megmentik, állami pénzből újra megjelennek a piacon, és persze általában az a jellemző, hogy drágábban vásárolnak fel, és olcsóbban adnak a elmert, hiszen nem a saját pénzüket költik, újra tönkre mennek, és újra megjelennek. Így ment tönkre annak idején a Hajdú Bét is, nem csak a gazdálkodási hibák vezettek oda, hanem a nagy konkurense, a bábolnai baromfit, azt folyamatosan megmentették, újra tőkésítették, és ugyanazon a piacon nem tudta állni a verseny. Tehát én azt gondolom, hogy az államnak minél kisebb mértékben, és lehetőleg úgy kellene beavatkozni a piacba, hogy minden szereplőt egyformán segítsen. Hát a Zöld Bank egy más kérdés, a Zöld Bank egy régi ötletem, nyilván azért, mert közel áll szívemhez a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, és azt látom, hogy ez az az ágazat, amiben sokkal nagyobb potenciál van, mint amit ma kihasznál. Meggyőződésem, hogy duplájára lehetne emelni a mezőgazdaság, vagy az élelmiszergazdaság termelési értékét. De ezt az ötletét is keresztül húzta a kormány. Igen, hát ezzel szemben megy egyébként egy részben a földtörvény is. Másrészt pedig, hát nagyon jellemző, vagy van jó néhány ország, ahol a különböző fejlesztésekkel kapcsolatos döntések, hogy egyáltalán mi kerüljön EU pénzből támogatásra, a döntés, hogy ezen belül
melyik cégek kerüljenek támogatásra, azt a kormányzati szervek, minisztériumok hozzák meg, de egyébként a pénzügyi lebonyolítása, az pedig egy ilyen bankszerű, vagy bank által történik, vagy bankszerű intézmény által. Na most azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabb. Ha én jól tudom, a következő 7 évben még inkább jellemzőek lesznek azok a támogatási formák, amikor nem véglegesen adnak támogatást, hanem egy pár évre kamatmentes támogatást kap az EU-tól a termelő, de utána vissza kell fizetni kvázi, úgy kell nyilvántartani, mint egy hitelt. Én azt gondolom, hogy egy ilyen tevékenységet egy zöld bank sokkal hatékonyabban el tudott volna látni. Informál. Kormány meg nem így látja ezek szerint. Hát a kormány nem így látta, de igazából most már mindegy is, hogy hogy látta ebbe az évbe, mert nem lehetett volna megoldani. Lehet, hogy a takarék szövetkezetek államosítása az erről szól, hogy a kormány inkább egy saját szövetkezeti hálózaton keresztül adná oda ezeket az uniós agrárpénzeket? Hát lehet, hogy erről szól, de a kommunikációban és a erről szóló törvényben az szerepel, hogy ez a takarékbank, és hát ez alatt akkor nyilván a takarékszövetkezetek, de hát a takarékbank az hamarosan eladásra kerül. Hát remélem, hogy esetleg mi is a vevőjelöltek között lehetünk. Megvenni a takarékbankot? Hát mindenképpen pályázni fogunk rá. A gyulai húskombinátra visszatérve, hogy a hírek akkor arról szóltak, hogy Lázár János nagyon meg szerette volna menteni a gyulai húskombinátot, ön megállítólag pont a konkurencia miatt ezt nem szerette volna. Most kifejtett a véleményét, hogy ez így ilyen formában nem volt igaz, de hogy állítólag ide vezethető vissza az önök, hát furcsán érdekesen alakuló viszonya Lázár Jánossal. Igaz ez? Tehát ott megromlott valami, vagy sose volt semmilyen kontaktus önök között? Vagy mi az igazság? A Gyula ügyében én soha nem kommunikáltam senkivel. Ugyanúgy, mint Pápa ügyében, ez 4 évvel ezelőtti történet, amikor először tönkrement, akkor is az akkori polgármester interpellált, hogy állítólag én akarom megvenni, nem is eszembe se volt megvenni. Ha egy húsüzem Magyarországon tönkre megy, akkor ön a mús? Úgy tűnik, hogy én vagyok mögötte, mert mi még nem mentünk tönkre, hogy lekopogjam. Mi is nagyon sok veszteséget szenvedtünk el. Tehát se mással, se Lázár Jánossal húsipari ügyben én semmiféle ellentétbe nem keveredtem. Ezt valaki bedobta, ezt az információt, és így hangzott el. Hát a mi kapcsolatunkról én nem sokat szeretnék beszélni, mert most már olyan szintre süllyedt a vita, amit én nem szeretnék folytatni, meg nem is tudok én ezen a síkon nagyon érvelni. Ez egy nagyon régi történet, 2006-os történet, és mi történt 2006-ban? És ezen gondolkodom közben, hogy egyáltalán elmondhatom-e, mert lehet, hogy banktitok, úgyhogy vissza is vonulnék, de a bank és az önkormányzat kapcsolatára vezethető ez vissza. Hát úgy romlott meg a kapcsolatunk, hogy nem is ismertük egymást személyesen. Nem adott Hódmezővásárhelynek hitelt az OTP? Hát én már nem emlékszem, régen volt. Régen volt. Hát de jó, hogy felvetette ezt a témát, és innentől kezdve találgassunk. Szóval 2006-ban, mint polgármester, valami olyan történt ön és a polgármester úr között, akár nem is találkoztak, ami miatt akár az OTP-re orrolhatott meg Lázár János, tehát nem személyesen őre, hanem az OTP-re? Hát én először Lázár Jánosra szerintem 2009 környékén találkoztam. És akkor 2006-os történet, és akkor egyszer csak 2013 márciusában elkezdi önt polipozni Lázár János. Hát ilyen mély sebeket ejtett be a 2006-os történetben ön. Aztán jött az uzsorás, hogy páváskodik a devizahitelesek pénzén. Hát azért ez már tényleg egy olyan szint, amit értem, hogy nem akar tovább vinni hát és lefelé. Hát a koppánycsoport azt tovább fokozta, mert ott már gyilkos uzsorás voltam egy pár nappal később, úgyhogy a jelzőkből most már így lassan összejön egy elég hosszú nemesi névgyilkos uzsorás polip, páva még hozzátesz. Uh-huh. Szóval 2006 óta azért eltelt egy jó pár év, tehát nem hiszem, hogy Lázár János most torol meg valami 2006-os sérelmet. Most mi történt, amivel elkezdte önt polipozni? Esküszöm, nem tudom. Nem is beszéltek azóta személyesen, vagy telefonon? Akár, nem. Hogy... És most tényleg feljelentett, ez már megtörtént az uzsorás? Igen, a héten a büntető feljelentést megtettem, és a polgári pernek a polgári pert is szeretnék indítani, és az az anyag az még nem készült el. Az valószínűleg a jövő héten, vagy azt követő héten kerül beadásra. Szeretném jelezni, hogy bármilyen kártérítést kapok, nyilvánvalóan fogok kapni azt a Csányi Alapítvány
javára fogom átutalni, ahol a tehetséges gyerekeknek a segítését folytatjuk. Mi áll a háttérben? Nem hiszem el, hogy nem gondolkodott ezen, nem járt utána, és nem érdekli. Tehát valami miatt ez a adókapok, ön csak annyit mondott, hogy tehetséges politikus, nem nagyon ismeri, annyit tud, hogy tehetséges. Megjegyezte, hogy a trafikügyet is jól megoldotta, tehát ennél többet nem mondott Lázár Jánosról, de hát valami csak tud azóta, hogy ez miért történt. Vannak sejtéseim, de ezek közel se olyan biztonsággal állíthatók. Vannak információk, amit meg nem tudok megosztani, mert nem illene megosztani, hiszen úgy kaptam, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a polipozás az régen történt, nem tudom, mi volt az oka, az ott váratlanul került elő az egyik interjúba. Most nyilván ez a uzsorás jelző, ez annak tudható be, hogy ő nem úgy értékelte az én mondani valómat a tehetségével kapcsolatban, hogy én gondoltam. Hát a tehetséges ember akkor, most eszembe jutott, hogy Ángyál János is tehetséges agrárszakembernek tartja, tett is neki állásajánlatot, mint tehetséges embernek tenne állásajánlatot Lázár Jánosnak is. Szóval most próbálhatjuk még körbejárni kétszer vagy háromszor a kérdést, egy tapasztalt a riporterén, meg egy tapasztalt interjú alany vagyok, ebből többet, vagy belőlem többet nem tud kihúzni ebben a kérdést. Értem. A viszonyuk rendeződött, legalább azt mondja, tehát itt, ha nem is beszéltek egymással, akár közvetítő útján, módján, vagy lezárták valaki segítségével a vitát, vagy még arra se vették a fáradtságot, hogy most a konfliktust kezeljék. Hát én nem gondolom, hogy nekem őt keresnem kellett volna, és hát úgy gondolom, hogy ő se gondolja, hogy engem keresni kellett volna. Ez jelenti azt egyébként, most akkor hagyjuk Lázár Jánost, hogy önnek megromlott a viszony a kormánnyal vagy a kormányfővel? Hát azért azt talán még nem mondhatjuk el, hogy a kormány az egyenlő Lázár Jánossal. Tehát van ott sok szereplő, akik valódi úriember, Varga Mihály, Pintér Sándor, Martonyi, Fazekas Sándor, mezőgazdasági miniszter, és akkor a kormányfőről ne is beszéljünk. Tehát én úgy látom, hogy az együttműködés az azokon a területeken, ahol eddig is a kormányal megvolt, az zavartanul működik. Ez a személyeskedő vita vagy megjegyzés, ezt nem zavarta. Úgyhogy... Mikor együtt ültek Orbán Viktorral a VIP páholyban a meccsen, akkor sem mondta a miniszterelnöknek, hogy a Lázárral mi van? Most miért csinálja ezt vele? Hát ahogy szia, nem egy szót nem váltottunk erről a kérdésről, de hát annak nem volt ott az ideje, meccsen voltunk, és volt esemény a pályán. Igen. Inkább drukkoltak. Érdekesebb volt az. Értem. Hát akkor a feljelentésnek majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye, hogy gazdagodnak-e a Csányi Alapítvány tehetséges gyermekei. De akkor beszéljünk arról, ami visszakanyarodik, mármint a történet az OTP részvény eladásához, a devizamentő csomag, ami miatt aztán kapta tulajdonképpen a devizahitelesek miatt a polipozást is, az uzsorázást is, a páváskodást is, meg a koppánycsoportot a nyakára. Hát ők voltak az ön házánál is. Igen, hát nem volt, megmondom őszintén, nagy öröm hallani őket, a gyilkos uzsorás. És szerencsétlen helyzet volt, hogy gyerekek is otthon voltak, és az egyik még 40 fokos lázzal feküdt otthon, és ezt hallgatni. És hát persze voltak humoros jelenetek, mert kiabálták, hogy Csányi Ferenc gyereki. Igen. Annyira fel voltak háborodva a tevékenységemen, hogy a nevemet is összekeverték Gyurcsány Ferencem, mert utána oda mentek, úgyhogy hát lehet, végre ilyen szempontból volt egy pillanat, amikor közös platformra kerültem Gyurcsány Ferenccel. És hát nyilvánvalóan ez az egész akció egy szervezett akció. Szlovák rendszámú kocsiból érkezik, magyar zászló a kezébe, és üvölti a gyilkos uzsorását. Hát, csótányírtókat fújkáltak a kerítésére. Azt is fújtak be. És hát megjegyzem, hogy jó lenne, hogyha a koppánycsoport mögött állók, meg a koppánycsoport tagjai azok megengednék, hogy nyilvánosságra hozzák, hogy nekik hány devizahitelük van, meg milyen. Mert információim szerint, elmondások szerint, hogy ilyen média szinten óvatosan fogalmazzak, van olyan a csoportvezetői között, akinek 40
devizahitele van. Gondolom, hogy nem arra vette fel, hogy 40 lakásba húzza meg magát, hanem különböző spekulációs célra a vállalatok család között. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az egész hisztéria, ami a devizahitelek vagy devizahitelek körül történik, ez rendkívül káros, és árt a gazdaságnak, meggyőződésem árt a politikai közéletünknek, árt annak is, aki szervezi, majd mindjárt elmondanám, hogy miért gondolom, és hát a bankszektornak meg egyértelműen károkat okoz. Szóval a devizahitel ügyben nekem egyértelmű álláspontom van, hogy ki a felelős, kik a felelősek. Hát nyilvánvalóan felelősek a bankok. Felelősek a bankok azért, mert amikor egy hitelt elbírálunk, akkor minden kockázati tényezőt figyelembe kell vennünk, hogy képes lesz-e az adós a hitelét visszafizetni. Hát a devizahitelnél egyértelműen ilyen kockázat az árfolyam kockázat. Na de kérem szépen, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor nem csak a lehetőséget kaptuk meg, hogy az eurózónához csatlakozzunk, hanem kötelezettséget is vállaltunk, hogy olyan gazdaság és monetáris politikát folytatunk, hogy csatlakozzunk a monetáris unióhoz, ami ezt a kockázatot jelentős mértékben lecsökkentette volna. Na most, hát az egy nagy hiba, hogy mi is hittünk a kormánynak. Ugye, vannak nekünk hiteleink a kormányoknak, így mondanám, ahol már volt céldátum is az eurózónára, hát például vannak nekünk devizahiteles ügyfeleink Szlovákiában, akik ugyanakkor vették fel a devizahitelt, mint amikor a magyar ügyfeleink, és semmi gondjuk nincs. Hát ők szerencsések, mert ugye Szlovákiában élnek. Hát nézzük a kormányokat. Ha az előbb említett konvergencia folyamat végbe ment volna, és valamikor nem mondom, hogy jó lett volna, ha csatlakoztunk volna feltétlenül az eurózónához, de ha csatlakoztunk volna, akkor a devizahitelesek szempontjából ez a probléma ma nem lenne probléma. És hát még egyszer azért vissza kell térnünk a devizahitelesekhez is, akik szintén egyértelmű, nem igaz az, hogy nem kaptak felvilágosítást, egyértelmű felvilágosítást kaptak, hogy a devizahitel az egy kockázatos hitel, változik az árfolyam, és változhat az az összeg, amit nekik fizetnie kell. Várjon egy kicsit, én kaptam is ilyet ügyfelektől, már mint OTP ügyfelektől, de nem tudom, hogy ezt minden ügyfél megkapta, tehát ez egy ilyen plusz oldal a szerződéshez, a kockázat feltáró nyilatkozat a deviza alapú hitel felvevőtől, és ebben az szerepel, hogy tudomással bírunk arról, hogy a kölcsönszerződésben felvett deviza árfolyam napról napra változik, euró esetében ez a változás, ez 15%-os sávban mozog, svájci frank esetében pedig bármilyen irányban és bármilyen mértékben. Ezt az OTP deviza alapú hitelesei mind aláírták? Tehát ez egy olyan papír? Igen, ez egy olyan papír, amit a hiteles, a tanú közjegyző jelenlétébe aláírt. Tehát ezt nem lehet gondolom félreérteni. De ezzel együtt hogy nehogy úgy tűnjön, hogy értéketlen vagyok a devizahitelesek sorsával szemben. De, majd még kérdezek kettőt, és akkor kiderül, hogy ezzel együtt vannak emberek, de itt már akkor térjünk rá a forinthitelesekre is, mert ott legalább annyi olyan ember van, akinek a megélhetési költségei emelkedtek, elvesztette állását, tehát nem az a probléma, hogy most magasabb a részlet, hanem nincs jövedelme a családnak, és nem tudja fizetni a hiteleket. És ha arról van szó, hogy azokat a hiteleseket mentsük, akiknek az élethelyzete valóban ellehetetlenül, sokkal szívesebben állnánk rendelkezésre, mint ahogy a végtőlesztésnél történt. Na, a végtőlesztésnél mi történt, kérem szépen? A 180 forintos végtőlesztési lehetőséggel olyanok is éltek, és olyanok kaptak extra jövedelmet, akik nem szorultak rá. Hát és szinte csak olyanok tudtak gyorsan leakasztani valahonnan. Igen. És azért a magyar közélet morális helyzetét nagyon jól tükrözi az, OTP esetében tudom mondani a számot, persze név nélkül, hogy az országgyűlési képviselők 73%-a, akinek devizahitele van, az élt a végtőlesztéssel, és meg kell említenem, hogy voltak olyan képviselők, akik erkölcsi felháborodástól vezérelve megszavazták,
a devizahitel végtőlesztését, majd ők is végtőlesztettek, 10 milliósnál nagyobb összegre tettek szert. Így. Tehát több mint 10 millió forinttal csökkentették a tartozásukat. Azt gondolom, hogy ez is valahogy a kis magyar közéletünknek egy fontos jelképe. Egy nagyon fontos jelképe. A mostani mentőcsomag, amit tudunk róla, amit például a bankszövetség letett az asztalra, ez a bizonyos forintosítás mindenáron. Ez például az OTP esetében mekkora veszteséget jelent majd? Biztos számoltak. Hát ha most azonnal forintosítanánk az összes devizahitelt, akkor kb. 900 milliárd lenne, 950 milliárd lenne a teljes vesztesége a bankszektornak, és mi a 300 milliárdot el kell, hogy viseljünk belőle. Túléli a bankszektor? Hát a bankszektor az nem élné túl, úgyhogy így néha arra is gondolok, hogy lehet, hogy meg kellene csinálni, és akkor megnéznénk, hogy ki maradna talpon, és milyen jó üzleti helyzet alakulnak ki, de hát ennek végzetes hatása lehetne a magyar gazdaságra. Azt tudom mondani, hogy az OTP túl fogja élni. Bármilyen megoldás. És egyáltalán mit szól ehhez az erőszakolt megoldáshoz, hiszen azt mondta Varga Mihály, hogy ha lesz megegyezés a bankszövetséggel, ha nem, a kormány akkor is dönt erről szeptemberben. Hát ez is egy furcsa kommunikáció, ezt először Rogán Antal mondta, amikor bejelentették, igen, hogy a kormány tárgyalni fog, és de ha nem egyezünk meg, akkor is dönt. Tehát ilyenkor én a saját ízésem szerint el se kezdeném a tárgyalásokat, nem döntsenek úgy, ahogy akarnak, és aztán majd persze közösen viseljük a kárait, meg a hátrányait, de azért egy dologgal én azt gondolom, hogy a politikusok elkalkulálják magukat. 503 ezer devizahiteles van Magyarországon, és van 640 ezer forint hiteles. Akkor még csak a lakáshitelekről beszélek, most elzárók hitelekről, akkor még nem beszélek a személyi hitelekről, fogyasztási hitelekről. Tehát itt azt gondolom, és ez érdemes megnézni a devizakárosultaknak a honlapját, hogy több szavazatot veszítenek, mint amennyit nyernek a devizahitelesek melletti kampánnyal, hiszen se a betétesek, se azok, akik devizahitellel nem rendelkeznek, hiszen csak minden tizedik háztartás, tehát 9 háztartás a 10-ből nem rendelkezik devizahitellel, minden tizedik rendelkezik devizahitellel, és nem lenne semmi baj még egyszer, hogyha olyan devizahiteleseket mentenénk meg, ahol a gyerekek otthon éheznek, ahol hideg van, ahol a létbiztonságuk veszélyeztetve van, de annak azután semmi értelme, hogy olyan devizahiteleseket mentünk meg, akik azért vették fel annak idején a devizahitelt, hogy spekuláljanak az alacsonyabb kamatra, akik felvették a hitelt jelzálók fedezet mellett, majd betették különböző ázsiai részvényalapokba, és most pedig nem is azt kérik, hogy a devizahitel terheit csökkentse a kormány, hanem hogy töröljük el a devizahiteleket. Én azt gondolom, hogy az lenne a méltányos, ha nem csak a devizahitelesekkel, hanem a forinthitelesekkel is foglalkoznának, és azzal a réteggel foglalkozunk, aki valóban rászorul, mert saját hibáján került olyan élethelyzetbe, hogy nem tudja a létfenntartását fedezni. Akkor, amikor a Mohácsi Vágóhíd beruházás és hitelfelvételről beszélgettünk, már akkor is eszembe jutott, hogy ez az egész politika által generált közhangulathoz mit szól ön. A bankár az ellenség, és ezt bizony jelenlegi kormánypárti politikusok napi szinten is előszeretettel hangsúlyozzák. És már szép lassan folyamatosan, vagy talán elég gyorsan, ez elég termékeny talajra hullott ez a gondolat. A bankok, a bankárok Magyarország legnagyobb ellenségévé váltak. És ez úgy jutott eszembe, hogy a hitelezés kapcsán, hogyha bankokat tönkre tesszük, akkor a gazdaságot tesszük tönkre. Nem nagyon-nagyon közvetett úton módon, hanem szinte azonnali kapcsolattal. Mit szól ehhez az egészhez? Miért érdekel ez a politikának? Lehet, hogy lehet nyerni ezzel pár ezer, százezer szavazatot, de tönkre tesszük a gazdaságot, és azáltal az egész országunkat. Hát azzal kezdeném, hogy nyilván oka van annak, hogy annak ellenére, hogy nem csak a hiteltőlesztő részletek nőttek, hanem a olajos magvak ára, a kenyér ára, a gabona ára, ennek ellenére a pékek ellen nem hirdetett meg szabadságharcot a kormány, csak a bankárok legyőzésére rántottak kardot, nyilván azért, mert ez a népszerű. És ugyancsak nem a banki tevékenység teljes körére terjedt ki ez a felfokozott hangulatkeltés, hiszen
hiszen sose szólítottak fel bennünket arra, hogy betéteket ne fizessünk vissza, vagy nem, hanem ott, ahol lehetett politikai népszerűséget keresni a devizahitelek környékén, ott támadtak bennünket, ami egyébként engem rendkívül bosszant, hogy olyan szereplők, vagy egy olyan szakma, vegyük a bankárokat is szakmának, vegyük a politikusokat is szakmának, egy olyan szakma képviselői nyilatkoznak ilyen lenézően, becsmélően a másik szakma, a bankárokról, képviselőiről, akiknek azt gondolom, hogy egyébként a hitelessége az még mélyebben van, mint a bankároknak a hitelesség, és a népszerűsége alatta van. Na most, hát ez nem is értem, hogy hogy veszik a bátorságot, meg az önbizalmat, de nyilván ez egy ilyen fajta szakma, ahol ilyen képességek kellenek, hogy egyébként becsületesen dolgozó bankárok tízezreit, mert hiszen itt éjjel-nappal voltak, például a végtőlesztés napjában dolgoztak, és azokat, akik segítségével az elmúlt tizenvalány évben azért a gazdasági növekedés, ami végbe ment, megtörtént, ilyen megvetően beszélnek róla. Na most én szerintem látható, hogy ez károkat okoz a forinthiteleseknek, károkat okoz az egész gazdaságnak, azoknak, akik most akarnak forinthoz jutni, károkat okoz a külföldi tőkevonzó képesség szempontjából az országnak, hiszen úgy tűnik, hogy azért a külföldi tőkeinek az importja az megtorpant. Tehát én azt gondolom, hogy a populizmus egy olyan szintet ért el ezekbe a bankügyekbe, aminek a káros hatása ma már nyilvánvaló mindenki előtt. Soha nem tette szóvá Orbán Viktornak. Mondjuk nem egy vidi meccsen, értem, hogy ott van más esemény is a pályán. Én sokszor sok mindent megbeszéltem és elmondtam, és azt sem mondhatom, hogy sok mindenbe nem jutottunk közös nevezőre. Vannak olyan kérdések, amiben úgy látom, hogy van valami politikai mainstream, aminek az irányába megy, és nem lehet ezt a kormányt, nem Orbán Viktor, ezt a kormányt kibillenteni. Hát ilyen ez a devizahiteleseknek az ügye. Hát itt a bankárok elleni hangolás. Hát ez csak szóvá tette, hogy ez senkinek nem érdeke. Hát gondolom, hogy a felmérések azt mutatták, hogy ezzel lehet szavazatokat szerezni, lehet népszerűséget növelni. És hát nincs jó véleménye a politikáról, úgy látom. A politika az egy nagyon jó dolog tud lenni, és lehet azt nagyon szimpatikusan csinálni, csak nézzük meg például a német belpolitikát, ahol... Akkor a magyarországi politikusokról pontosítunk. Én azt gondolom, hogy a magyar politikai közélet ma kimondottan egy versenyhátrány az ország. Hát nem gondoltam, hogy ez lesz a végszó, de mégis ez lett. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm a figyelmet, most már szeptember lévén visszatér majdnem minden a nyár előtti menetrendbe itt az ATV-n, úgyhogy most következik az újságíróklub, maradjanak velünk, viszontlátásra!